Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a díja sikeres vállalkozásokért áprilisi elismeréseket május 8-án a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A díjakat minden hónapban három kategóriában hirdetik ki. Áprilisban a hónap beruházója az Epsos Kft. autoelektronikai alkatrészgyártó vállalat lett, amely autóipari fejlesztő és gyártóközpontot hoz létre szombathelyen, és 220 új munkatárs felvételét tervezi. A hónap kis- és középvállalkozása kategóriában a családi vállalkozásként indult Mirelit Mirsa ZRT kapta az elismerést. A hónap induló vállalkozása pedig a 3D erőmérő szenzorokat is gyártó Optoforce Kft. A díjak átadásakor Varga Mihály azt mondta, olyan cégeket kívánnak elismerni, amelyek munkájukkal, eredményeikkel hozzájárultak a magyar gazdaság fejlődéséhez.